48 fokos perzselő aszfalt az autópályán. A közút hőkamarás felvételt tett közé, hogy felhívja a figyelmet a kánikulára és annak veszélyeire. Jól látszik az általuk készített filmen, mennyivel forróbb az aszfalt burkolat, mint az útmenti környezet. A hőség orvos-meteorológiai szempontból is megviseli a járművezetőket, mivel csökken a koncentráló képesség, emiatt sok a baleset is. A kánikula a szívbetegeket, magas vérnyomással küzdőket is megviseli, állapotuk sérülékenyebb. A szokásos folyadékbevitel sem elegendő ilyenkor. Érdemes nagy melegben sokat inni, de a sóbevitelre is oda kell figyelni, mondja Vajda Márk, a Tolna megyei Balassa János Kórház műszakvezető szakorvosa. A meglévő betegségeket is súlyosbítja az, hogyha nagy a meleg. Koncentrációzavarokat okozhat, úgyhogy a közlekedés során fokozottan figyeljünk oda, illetve nagyon felhívnám a figyelmet a légkondicionáló készülékeknek az észszerű használatára, mert abból is lehetnek komoly problémák, hogyha valaki a kinti 40 fokból egy 18-20 fokra lehűtött irodába tér be. Ilyenkor több fizikai munkát végző kerül kórházba hőgutával, napszúrással kapcsolatos rosszul létek miatt. Mások a kiszáradás jeleit mutatják. Megnövekedett a száma az olyan eseteknek, amikor valaki szabad téren fizikai munkát végezve nem volt kellően körültekintő, nem fogyasztott elég vizet, illetve nem gondolkodott arról, vagy nem gondoskodott arról, hogy a fejét védje a napsugárzás ellen, és bizony ilyenkor előfordulnak ájulással járó rosszulétek. A hőség miatt június 21-én kedden országosan életbe lépett vörös kódot az Emberi Erőforrások Minisztériuma várhatóan pénteken este 8 óráig meghosszabbítja, mert az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a hét utolsó napján is meghaladja a 27 fokot a napi középhőmérséklet. A hétvégén várható kisebb enyhülés.